Sziasztok, én Zoli vagyok, ti pedig a Linux Mind-ot nézitek, beszélgessünk ma is a Linuxról. A mai részben sokak nagy örömére megyünk tovább az úton az árcsig. Nagyon sokan félnek a vaníliás telepítéstől, mintha ez valami titkos, misztikus hókusz lenne, amivel csak a szakavatott és kiválasztott Linux mágusok kaphatnak betekintést. A helyzet az azonban, srácok, hogy pontosan ugyanazokat a műveleteket fogjuk végrehajtani, pontosan ugyanazok a műveletek zajlanak le egy kézi telepítés alatt, mint a grafikus telepítéskor. Éppen ezért, hogy kicsit kényelmesebb és érthetőbb legyen a telepítési művelet, igyekszem majd folyamatosan párhuzamot vonni a grafikus telepítés menetével. Ezzel elősegítve a könnyebb megértést. Jó magam is, inkább vizuális típus vagyok, sokkal könnyebben értek meg dolgokat, hogyha tudok hozzá társítani egy képet. És valószínűleg köztetek is jó néhányan vannak még így. Oké. Okay. A vanília árcs hiába nem ördöngőség, nem bonyolult folyamat, azért jóval nagyobb odafigyelést és előkészületeket követel, mint egy normál telepítés. Pár kritériumnak muszáj megfelelned. Mert van, amit én nem tudhatok innen. Vannak olyan dolgok, amiket csak te tudhatsz, szóval a sikeres telepítéshez elengedhetetlen, hogy egy. Tisztában legyél a hardvereiddel. Gondolok itt elsősorban processzor végé a kombóra. A hibrid laptopokat most hagyjuk, azon nem tudok segíteni, és rácok, nincs ilyen eszközöm, nem tudom tesztelni, így nem fogok tudni hibrid végját telepíteni nektek, úgyhogy azok is mezát fognak kapni. Jó? 2. Muszáj 100%-ig tisztában lenned a tároló eszközeid eloszlásával. Hány háttértárad van, hány partíciód, pontosan melyikre akarod tenni a rendszert, és melyek azok a partíciók, amiket telepítés közben fel akarsz csatolni majd. UEFI-t vagy Legacy BIOS-t használsz -e? ez kiemelten fontos, mert a telepítések nagyon nagy része ezen bukik el. Jó, muszáj ezeket tudnod. Harmadik, a gépednek kábellel kell csatlakozni az internetre közvetlenül, proxy nélkül. Ugyanis több alkalommal, több laptopon próbáltam wi vel telepíteni a rendszert, van is erre egy CLI eszköz Wi-Fi menü néven, maradjunk annyiban, hogy totális kudarc volt minden alkalommal. Ezen kívül B.F. Zoli kollégával próbáltuk proxy keresztül feltenni, ami szintén totális kudarc volt, jó? Tehát... Ezeket az alapokat muszáj neked tudnod és teljesítened, különben nem fog sikerülni a telepítés illetve hogyha vannak már itt a csatornán olyan árcsot használó, régóta árcsot használó kollégák, tudják a pontos menetét a Wi-Fi telepítésnek, én nagyon-nagyon szívesen venném, hogyha leírnák a kommentbe, ezzel elősegítve a tudás bővítését. Köszönöm szépen, hogyha megteszed ezt nekem. Vágjunk is bele, akkor a telepítésbe töltsük le a legfrissebb Arch Linux izót, Ugye az Arch Linux egy rolling rendszer, tehát hogyha a három héttel ezelőtti vagy a négy héttel ezelőtti ízót töltöd le, akkor is teljesen friss lesz, hiszen majd a telepítés során fölfrissíti magát. Jó, én nyilvánvalóan most VirtualBox-ban fogom nektek ezt megmutatni, de igyekszem mindig kitérni arra, hogy a valós gépen ez hogyan zajlik. Jó, Arch Linux főoldal, download, Hát itt most, hogy te torrenten töltöd el vagy HTTP-n, vagy FTP-n keresztül, ez már igazán a te döntésed, én ebben nem szólok bele. Én a HTTP-t választom, mert most nincsen bekonfigurált uh, torrent kliensem, Ausztria az eléggé közel van, legyen ez, fogunk egy izót, ami uh, 11 hó 1 es és szépen ezt lehúzzuk. Nyilvánvalóan én ezt most nem fogom kivárni, amíg lekocok három és fél perc alatt, addig kikapcsolom a felvételt, és jövök vissza. Nos, az izónk letöltődött, úgyhogy nincsen más dolgunk, mint csinálni egy új virtuális gépet, amiben majd meg fogom nektek mutatni a telepítésnek a menetét. Itt láthattok egy Arco Linux D cinnamon már előre telepítve. Ezt a rendszert arra fogom használni, hogy szimuláljam nektek egy másik Winchester tartalmát, amit majd föl fogunk csatolni erre a rendszerre. Oké? Okay? Hozunk létre egy új virtuális gépet. Arch Vanilla lesz a neve, ez egy Arch Linux 64 bites tökéletes. Adunk neki 2 giga RAM-ot. Így. -ni. Új virtuális lemez, így van, tökéletes, dinamikusan növekvő, én egy 30 gigás lemezt fogok neki adni, mert egy alaptelepítés erre tökéletesen el fog férni. És bekonfiguráljuk. Először is, itt nem kell semmi. Kiveszem a flopit, mert teljesen felesleges. Processzor, két magot kap, gyorsítás, KVM, képernyő. 128 mega és a 3D gyorsítást engedélyezzük neki. Oké, okay, tároló. Hozzáadjuk a lemezt, ugye az izónkat, amit letöltöttünk, betallóztuk, és hogy teljes legyen a kép, ugye mondtam, hogy itt van ez az Arco Linux D Cinnamon, ezt is hozzáadjuk a lemezkép fáját, ide a SATA vezérlőhöz. Azt mondom neki, hogy itt van ez a plusz, új tárolóeszköz, eszköz, merevlemez, létező merevlemez hozzáadása, és itt van neki egy e, VDI fája. És látod, most már hozzáadtam egy másik winchester ez lesz a vanilla, ide fogunk telepíteni, és ez lesz a második vinyó, amit emulálunk, aként, hogy hogyan tudunk fölcsatolni külső eszközöket majd. Jó. Audio, ez így teljesen remek. A hálózatot én natot használok, teljesen jó, USB 2, jó. Akár el is kezdhetnénk a telepítést, azonban még mielőtt ezt megtesszük, én javaslom nektek, hogy nyissátok meg az Arco Linux D tehát arcolinuxd.com-ot. Ezt javaslom, hogy telefonon nyissátok meg, hogyha natívan telepítetek, vagy tableten, vagy bármi máson, ami éppen kéznél van, ha telefonon megnyitjátok ezt az oldalt, az tökéletes. Miért használjuk ezt az oldalt? Azért, mert Erik Dubois az Arco Linux D-nek a megalkotója, és a csapata konkrétan nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy népszerűsítse az Arch Linux-ot, és rengeteg munkát tesznek bele. Többek között az Arco Linux D-t lehet telepíteni Vanilla arch -ként. ezt az ötös fázisban találjátok, hogyha ezt a menüt kinyitjátok, van ilyen, hogy Arch V, oké, okay, tehát ez a Vanilla Arch Way. és mi is innen fogunk telepíteni, mert egyszerű, mert jól megfogalmazva, nagyon szépen összerakva, meg van csinálva, ergo nem fogunk itt szenvedni mindenféle ákombákom jött ment leírásokkal, Erik nagyon jól összeszedte azokat a pontokat, amik szükségesek egy alaprendszer telepítéséhez. Ezt nyilvánvalóan mi ki fogjuk egészíteni, nem fogunk végig ezután menni, ki fogjuk egészíteni azzal, ami nekünk kell, hiszen például Erik ugye angolul telepíti a rendszert, mi magyarul fogjuk, ő belga billentyűzettel mi magyarral fogjuk, tehát nagyon sok ponton el fog térni, ugye én f föl fogok csatolni egy külső vinyót, ő nem csinálja ezt, úgyhogy aki vanillárcsot akar telepíteni, én nagyon-nagyon javaslom neki, hogy látogasson el ide az Arco Linux D-re az 5-ös fázis Arch V menüpontjába, és innentől ezt fogjuk használni részben a telepítéshez. Jó? És itt jön az első dolog, amit én mondtam nektek, hogy muszáj, hogy tudjátok, hogy a rendszeretek hogyan épül fel, ugyanis itt azt a menüt fogjuk kiválasztani, amelyik nekünk ténylegesen kelleni fog. Én BIOS módban fogom telepíteni a rendszer, tehát ezt fogom kiválasztani, de ha te UEFI módban telepíted, akkor nyilvánvalóan ezt kell kiválasztanod, jó? Tehát én a BIOS módot fogom kiválasztani, mert nekem ez van. Ha te UEFI, akkor a másikat túltárgyaltuk. Oké, kattintsunk rá. Itt szépen leírja, hogy mire lesz szükséged, nem kell hozzá egyébként borzasztó nagy angol tudás, ezt a leírást egészen nyugodtan követheted elég sokáig. A készítő nagyon jól képekkel, néhol videókkal alátámasztotta, hogy mit és hogyan kell csinálni, ez tényleg egy egészen kiváló leírás. Én akkor most elindítom a rendszert, boot Arch Linux, ezzel az izóról ugye elindul a rendszerünk, és amint megkaptuk a root konzolt, gyakorlatilag azonnal neki is kezdhetünk a telepítésnek. Oké, okay, nagyjából beméreteztem nektek ide a két ablakot egymás mellé, hogy párhuzamosan tudjunk dolgozni. Egy valamit még el kell mondjak nektek, srácok, nem létezik olyan, hogy csak és kizárólag így a jó az árt telepítés, ahogy én csinálom. Vagy ahogy más csinálja. Vagy ahogy a harmadik, vagy a negyedik, vagy az ötödik ember csinálja, oké? Okay? Az árt telepítés az többnyire gépfüggő, és nagyon-nagyon sokféleképpen föl lehet telepíteni, én egy módszert mutatok meg ezek közül, jó. Tehát nem ez a kizárólagos egyetlen csak és kizárólag így jó telepítés. Jó, oké? Okay? Ezt letisztáztuk. Na menjünk akkor tovább. Tehát itt vagyunk az Arco Linux D 5-ös fázis Archway BIOS telepítési módjában. Legörgetünk az első pontig azt mondja, hogy pre tehát telepítés előtt beállítások. Oké, okay. be kéne állítani a billentyűzetet, ugyanis hogyha itt mondjuk most én például egy perjelet próbálnék írni a Shift 6-ossal, hát az, az, nagyon nem jönne össze, mert nincsen, nincsen, nincsen magyar billentyűzetünk. Továbbá hát ugye az ékezetes karakterek is masszívan hiányoznak, hiszen angol kiosztáson vagyunk. Jó, akkor nézzük meg, hogyan tudjuk átállítani ezt magyarra. Ezt a szakaszt itt egészen nyugodtan kihagyhatjátok, ezt marha egyszerűen a load case tudjuk beállítani. Load case, hú, arra figyeljetek, hogy itt az Y meg az E meg fog cserélődni, tehát jó esélye, hogy load case-t fogtok írni Z-vel. Úgyhogy erre az első alkalomnál figyeljetek, ezt leütitek, és már is az y és a z a helyén van. Helyek közzel vannak ékezetes karaktereink is, hát a hosszú Ü, az meg, meg a hosszú ő, az hiányzik, és igen, ennyi. De egyébként a perjel a helyén van, amit ugye elég sokat fogunk használni, kötőjel aláhúzás jel szintén a helyén van, amit elég sokszor fogunk használni, így már fogjuk tudni kezelni a rendszert. Jó, tehát load case, hú, ez az első, mert különben angol billentyűzettel fogtok dolgozni. Jó. Verify the boot mode. Én ezt azt mondom, hogy kihagyhatjuk, hiszen én a videó elején elmondtam, hogy tudnod kell, hogy milyen módban van a rendszered, nem ellenőriztetjük a boot módot, hiszen tudottan BIOS módban vagyunk, vagy amiben éppen vagy, ezt te tudod, éppen ezért ezt a részt kihagyjuk. Connect to internet, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy ellenőrizzük, hogy van-e internet kapcsolatunk. Ahogy mondtam az elején, muszáj, hogy kábellel csatlakozz, mert a wi vel csak a baj van. Jó, nézzük meg, hogy van-e internetünk, ezt a pingel tudjuk megtenni, Minusz C3, ő itt ugye négyet ír, de én hármat írok, és megpingelem mondjuk a google.com-ot, és ahogy látjátok, szépen visszajött mind a három pingünk, ami azt jelenti, hogy van internetünk, hurrá, mehetünk tovább. Azt írja, hogy update the system clock, tehát hozzuk napra készre a rendszer órát és dátumot, ami jelenleg szükségtelen, hiszen jól jár a rendszer óra, azonban ez nem feltétlenül így van, főleg, hogyha dual bootot használtok Windows-zal, akkor ugye ott, ott lehet eltérés, mert a Windows is másképp számolja az időt, és a Linux rendszerek is, Úgyhogy engedélyezzük most a rendszernek az internettel való időszinkronizálást, ezt a time, date, ctl, set, ntp, true parancsal tudjuk megtenni. Jó, nem történik semmi, nem kell semminek történnie, ő beállította, amit be kell. Menjünk tovább. Particionálás, na és itt lesz az, amitől a legtöbben félnek, hogy egyszerűen képtelenek túljutni ezen a részen, mert hát itt srácok tetszik vagy nem, a particionálást azt kézzel kell megcsinálni. Jó, Erik itt úgy oldja meg, hogy f diskkel mutatja meg, meg, meg mindenféle parancsokat. Nagyon sokan egyébként nem szeretik, de én a cf disket használom, itt ezt is megmutatja Erik. Ezzel egy kicsivel átláthatóbb maga a particionálási folyamat, cf disk és mivel BIOS-módot használunk, mi DOS partíciós táblát fogunk létrehozni. Rendben van. Itt van a teljes merevlemezünk, ahol itt látszik a végén, hogy 30 GB, á nem tudom belehúzni az egér kurzor, de itt 30 GB, majd maximum rá nagyítok, hogy 30 GB a teljes lemezkapacitásunk, és itt alul a menüben tudunk a kurzorral jobbra-balra mozogni, létrehozunk egy új partíciót, mondjuk fele-fele arányban, vagy nem is legyen mondjuk 20 GB a rendszer, ugye biztos, nem kell neki ennyi, de legyen. 20 GB rendszer, elsődleges partíció, és létrehozunk még egyet, ami 10 GB, ez lesz a homunk, elsődleges szintén, és lapozóterületet most nem hozunk létre, ezt majd, majd megoldjuk fájlal. Jó, amint látod, az első meghajtó, tehát az SDA lemezen létrejött az első és a második partíció, ami lesz maga a rendszer és a home meghajtó. Szuper! Azt a meghajtót, amelyik bootolásra lesz használva, jelöljük meg bootable-nek itt a szélén, és mentsük el a változásokat itt a write menüpontban rányomunk. Megkérdezi, hogy egészen biztos benne, hogy ezeket a műveleteket végrehajtjuk, nagyon fontos, hogy itt nem elég az y, a kis y, nagy y, be kell írni végig, hogy yes és enter, mert különben nem fog semmi történni. Jó, ha ez megvan, azt mondjuk neki, hogy kilépés, és köszi szépen. Menjünk akkor tovább, hogyha ez megvan, akkor nincsen semmi más dolgunk, mint létrehozni a fájrendszereket. Ezt teljesen átugorhatjuk ő, itt mutatja meg, amit én ezelőtt meg már megcsináltam, nagyon jó, ugye az LSBLK-val tudjuk kilistáztatni a lemezeinket. Tegyük ezt meg. Ahogy látod, van egy sd-ám, -AM, ami az első lemezünk. Ennek van két partíciója, egy 20 és egy 10 GB-os, amit most hoztunk létre. Illetve van egy SDB, az Arch Linux D Cinnamon, vagy akár a másik winchester lévő Windows, vagy a másik winchester lévő másik Linux, teljesen mindegy. Az SR0 -a pedig a emulált CD meghajtó, amiben az árcsizó benne van. Így már egy kicsit közelebb kerültünk a lemezeinkhez. Meg kell formázzuk a lemezeket, ideig leballagunk, hogy MKFS. No, itt szintén te döntöd el, hogy milyen ö, ö, file fájrendszert szeretnél használni. Én az EXT 4 et javaslom, de hogyha te mondjuk btrfs szeretné szeretnél használni, vagy bármi mást, szíved joga, én EXT 4 re fogom formázni a két meghajtómat, tehát azt mondjuk neki, hogy MK, opa, MKFS EXT 4 per dev per SDA 1. Ugye ez lesz a root meghajtónk ő szépen meg is csinálja, villám gyorsan, illetve ugyanezt a műveletet megcsináljuk az SDA 2-vel is, hiszen ez lesz a homunk. Teljesen szuper. Erik itt létrehozza még a swapot is, mi ezt most kihagyjuk. Tökéletesen működni fog a rendszerünk egyelőre swap nélkül. A következő lépésként a létrehozott lemezünkre, illetve már megformázott lemezünkre, lemezünket fölcsatoljuk, mint root meghajtót, ami abból áll, hogy azt mondjuk neki, hogy mount per dev per SDA1 per MNT nem fog történni semmi, mert nem kell történnie semmi látványosnak, természetesen azért történt a háttérben, mehetünk tovább telepítés. A telepítési szakasz első ajánlott művelete Természetesen ezt sem kötelező, ahogy mondtam, az árcs tükreinek a beállítása. Ehhez a nano szövegszerkesztőt fogjuk használni, ami egy jóval barátabb szövegszerkesztő, mint a VI szerintem, de ne nyúzzatok meg érte, aki a vi szereti használja azt, én nanót fogok használni. Nano per ETC per Pacman D per Mirror List. Nyugodtan használjátok tabos kiegészítést, mert itt néha elég hosszú parancsokat kell írni, és belegebettek, mire ezeket mindkézzel beírjátok, jó? Tehát Nano per LTC per Pacman D per Mirror List. Ez meg fog nekünk nyitni egy szerverekkel teli szöveges fájlt, ahol gyakorlatilag nincsen más dolgod, mint az, hogy megkeresd itt a tömegbe mondjuk a magyar szervert, ehhez használhatsz esetleg keresőt is, a Ctrl W segítségével, és beírod, hogy hun, majd ütsz egy entert, látod, Hungary rögtön odaugrott. Úgy tudjuk ezt a szervert priorizálni, előtérbe helyezni, hogy fölhelyezzük a lista tetejére. Tehát kijelölöm, ugye nyomom a shiftet és két kurzort lepöccintek. Azt mondom neki, hogy kivágjuk, amit a Ctrl K-val tudunk megtenni, eltűnt innen, fölmegyünk a lista tetejére. Egyszerűbb lett volna mondjuk ezt egy page -pal így, és az Ausztrália elé ütünk egy entert, beszúrjuk, azt mondja, hogy uncut, tehát vissza vágás, ez mondjuk elég bután hangzik így, ctrl U, és már is előre került a magyar szerver, hogyha esetleg a magyar szerverrel gondok lennének, vagy, elérhető, vagy elérhetetlen lenne, vagy bármi más, itt van még egy Ausztria, szintén kijelölöm, ctrl K, ctrl U, illetve itt van még egy holland szerver, kijelölöm, Ctrl K, Ctrl U, jó, így most már ez lesz a sorrend, a magyart fogja először keresni, aztán az Ausztriát, aztán a Hollandot, hogyha ez nincs meg egyik se, ami teljesen kizárt, hogy három ilyen szerver ne legyen meg, utána fog tovább lépni, de hogyha ezzel gond lesz, akkor úgyis ezt újra kell szerkeszteni, mert nyilván nem Ausztráliából fogjuk leszedni a csomagokat. Jó, lépjünk ki, ezt a Ctrl-X-el tudjuk megtenni, megkérdezi, hogy szeretnénk-e menteni a módosításokat. Itt nyomunk egy yes egy y-t, ide elég az y-fájlnév. Megkérdezi, hogy ezt a fájlnevet szeretnénk használni továbbra is. Igen, erre már csak egy enter ütünk, és kiléptünk. Nagyon jó. A következő teendő, hogy telepítjük a legalapabb arch csomagokat, amikre a rendszernek szüksége van. Ez konkrétan kettő csomag, a base és a base-devel csomag, és ahogy látjátok, ezt a packstrap nevű programmal tudjuk megtenni pack strap per mnt, ugye a per mnt itt azt jelenti, hogy a per mnt-re fogjuk tenni, ami a def per sda1 világos. Base és base devel. Ez az internetet sebességétől függően eltarthat egy darabig, látjátok 300 megát fog leszedni, és ezt másfél gigára fogja kibontani. Oké, okay, másodpercek kérdése is az alaprendszer telepítésre kerül, és kész is. Úgyhogy innentől kezdve már mehetünk tovább a konfigurációval, ami pedig az FS tabot fogja jelenteni. Az FS tab ugye az a fájl, ami tárolja a meghajtóink elérési útvonalát, és hogy az melyik könyvtárba van csatolva, hogy hol éri el a rendszer rendszerindításkor. Ez nagyon fontos. Oké, okay. hogy tudjuk ezt megtenni? A Gen FSTAP parancsal ez nekünk le fogja automatán generálni, gyakorlatilag semmit nem kell kézzel írogatnunk. Na de, mi a gond ezzel? Ugye jelenleg a rendszerhez csak a per MNT van csatolva, ami hát ugye nem a legjobb dolog, hiszen csak a rútmeghajtót fogja fölcsatolni induláskor, semmi mást. Mi viszont ugye nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha. A már meglévő meghajtónkat, illetve hát hogy azért a homot is fölcsatolnám, meg ilyen apróságokat. Úgyhogy most ezt fogjuk elvégezni, amit viszont ez a leírás nem tartalmaz. Úgyhogy ezt most gyorsan töröljük, mármint a képernyő tartalmát, átlépünk a per ementére. Ugye ez már az eleve csatolt és alaprendszerrel feltelepített gyökér meghajtónk. Ugye látjátok, nem is így mutatom, hanem inkább így mert így jobban ö, látjátok a könyvtár szerkezetet. Ez az alap telepített ami még nem működik, és jelenleg, hogyha mondjuk belépsz a home hát semmi nem lesz itt. Nem is lehet elméletileg, mert a meghajtónk még üres, amit a home létrehoztunk, de nem azért nincs itt semmi, hanem azért, mert nincsen bele semmi sem csatolva. Mit szeretnénk csinálni? Ezt nézzük meg még egyszer. Szeretnénk fölcsatolni a rendszerbe a home meghajtót, illetve a per mnt alá szeretnénk betenni a másik Winchesterünk, partíciónk, akárminknek a csatolását. Lépjünk be az MNT-be. Ez kicsit zavaró lehet, hogy per MNT per MNT, itt, itt azt kell megjegyeznetek, hogy itt az első per MNT, az gyakorlatilag nem MNT, hanem az csak simán per, tehát root. Nincs itt az MNT könyvtárban semmi sem mi ide szeretnénk fölcsatolni a Windowsunkat, a másik partíciónkat, a másik vinyónkat, ugye nekünk van, hogyha még egyszer kérünk egy LSBLK-t, ugye van itt az SDB1-en egy másik 30 gigás meghajtónk, amit szeretnénk fölcsatolni. Ehhez csinálunk egy könyvtárat, ezt már mutattam nektek egy korábbi terminálos videóban az mkdir nevű parancsal. MKDIR, ugye ez egy Arco Linux Cinnamon telepítés, úgyhogy legyen mondjuk Cinna, ez legyen a neve, hogyha mondjuk te Windows-t akarsz fölcsatolni, akár lehet Windows, ez a könyvtár név, vagy Pippank, vagy Kutykurúgy, vagy amit éppen akar, teljesen tök mindegy. Most már van egy Cinna nevű könyvtárunk. A gond ezzel egyelőre csak az, hogy ez így már jó lenne, mert olvasni tudná a rendszer, írni viszont nem, ahogy látjátok a jogosultságokat. Tegyük még meg azt, hogy adjunk neki már mint ennek a könyvtárnak jogot, hiszen hiába csatolsz bele bármit, nem fogod tudni írni, ami viszont nem túl jó. Tehát ch mód 777 cina kérjünk róla egy újabb listát, és már látjátok, mindenhez is van joga. Létrehoztunk egy Cina nevű könyvtárat, még nem csináltunk vele semmit az ég a világon, csak létrehoztuk. Oké, okay. kilépünk a per MNT-ből, visszalépünk a sima gyökér könyvtárunkba, illetve kilépünk innen is. Visszatérünk a sima, live rendszeres root konzolunkhoz, mondjuk így. Ahhoz, hogy föl tudjam csatolni a meghajtókat, amiket szeretnék, vagy partíciókat, szükségem lesz azoknak a neveire. Ezt a legegyszerűbben még egyszer az LSBLK BLK nevű parancsal tudjátok megtenni. Oké. Okay. az SDA1-em, látjátok, per MNT-be csatolva van, az a rútunk, oda van írva. Az SDA2 a home-unk, tudjuk, hiszen mi hoztuk létre. Kéne csatolni. No, ezt hogyan tudjuk megtenni? Mount per DEV, per, opa, per SDA2, per MNT, öt, bocsánat, per, de nem per MNT, per HOME. Ugye itt a per MNT nem a, az MNT-n belüli MNT könyvtárat jelenti, még egyszer mondom, ez lesz majd a gyökér meghajtó tehát a home-ba fogjuk csatolni az SDA2-t, ennyi megtörtént, nagyon szuper. A következő az, hogy az SDB1-et szeretnénk fölcsatolni a per MNT per Cinnamon könyvtárba, ami pedig a dev per SD, SDB1 per MNT per MNT per Cinnamon, vagy hát Cina nevű könyvtár. Oké, okay, oda csatoljuk. Fölcsatolta. Ellenőrizzük le a munkánkat, mert ez mindig rohadtul fontos. CD per MNT per MNT per Cina. Hogyha én itt most nyomok egy elest, ki kell, hogy listázza a másik Winchester-en lévő, ugye a másik virtuális Winchester-en lévő adatokat. Jupi, mindent jól csináltunk. Illetve, ha mindent jól csináltunk, akkor itt még a home belül, hogyha itt most lenne bármi a meghajtón, meg, meg kéne jelenjen, illetve a lost plus fan már megjelent, tehát tudjuk, hogy föl van csatolva, hogy az előbb azt írta, hogy nulla nincsen rajta a nagybidős semmi se. Tehát tudjuk, hogy csatolva van a rendszerünkhöz. Mind a két, illetve az egyik partíció, a másik meg Winchester. Oké. Okay. Nézzük meg még egyszer LSBLK-val, hogy mit csináltunk. Az SDA1, ugye az első lemezünk első partíciója, ami a root lesz, az a per MNT, az első lemezünk második partíciója, a per home, szintén csatlakoztatva van, illetve a külső vinyónk, vagy a második vinyónk, vagy a Windowsos partíciónk, vagy amit akartok, pedig csatlakoztatva van egy általunk választott könyvtárba. Super! Na akkor most mondjuk meg a rendszernek, hogy ezeket mind-mind csatolja föl, legyen olyan jó rendszerindulásnál, ezt pedig a gen fs tabbal tudjuk megoldani. Gen fs tab minusz nagy u per mnt, és ezeket a nyilakat az altgr y-nal tudjátok előhozni, ha magyar a billentyűzet. Jó, ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy abba a fájba írja bele, amit majd most írunk, a per mnt, per etc, per fs tab. Jó? Enter, ő szépen legenerálta az fs tabot, és onnan tudjuk, hogy jó, hogy leellenőrizzük a munkánkat. Nano per etc, per ez bocsánat, per mnt, per etc, per fs tab. Ugye itt azért kell a per mnt elé, mert az a root, ezt nem mondom el többször, ezt muszáj, hogy megértsétek, mert hogyha ezt nem értitek meg, akkor, akkor, az egész rendszer logikát nem értitek, és akkor, akkor van a gond. Jó? Na nézzük meg, hogy mi van. Ő az SDA 1-et rootként beleírta gyönyörű szépen, az SDA 2-t per homeként beleírta, és beleírta külső meghajtónknak is a saját általunk választott könyvtárba való fölcsatolását, a per MNT per SINA. Nagyon szuper, mindent úgy csinálta, hogy mi szeretnénk. Na, így tudjátok fölcsatolni a különböző partícióitokat. Ha nektek itt még van három vagy négy vagy öt partíciótok, ugyanúgy létrehozzátok először a per MNT-be magát, a könyvtár nevet, ahova csatolni akarjátok, hiszen hogyha nincsen könyvtár név, ahova csatolni akarjátok, akkor a rendszer nem tudja hová csatolni. Tehát itt nézni fog rád, hogy mit akarsz. Jó, létrehozzátok először is a per MNT-n belül a vagy akármilyen könyvtárat, és oda szépen egyenként fölcsatoljátok a meghajtóitokat. Majd a gen FS tabbal legeneráltatjátok, és látod, itt van, működik. Oké, okay. Ctrl X-el kilépünk, Nézzük a következő pontot, C3 út. Ezzel a parancsal gyakorlatilag átvesszük az uralmat, nem a live rendszerről fogunk működni, hanem már a telepített rendszerről, Arch C3 út per MNT, nagyon szuper, most kaptunk egy nem piros root konzolt, ami azt jelenti, hogy már a telepített rendszerünkben vagyunk, és ott garázdálkodunk. Szuper, itt különböző fontosabb dolgokat fogunk beállítani, mint például a rendszerünk időzónáját. Ez azért nagyon fontos, hogy tudja a rendszerünk, hogy hol vagyunk. Egy végtelen egyszerű parancsal fogjuk ezt megtenni. Egy simlinket fogunk létrehozni, aki nem tudja mi a simlink, olvasson utána, én ebben most nem megyek bele. Ln-sf a per user per share per zóninfo, és itt olyat ír Erik, hogy region city, ez azt jelenti, hogy a mi esetünkben, mivel magyarok vagyunk, Európa és Budapest. Jó, hiába nem budapesti vagy, ezt a régiót fogjuk használni, mert a rendszernek valahogy meg kell mondani, hogy hol vagyunk és ezt pedig a per etc per lokál lokál time-ba fogjuk linkelni. Nem fog semmi látványos történni, ennyit kell tegyünk. Állítsuk be a rendszeridőt, hvclock, minusz minusz, sys, t, -o, h c. Oké. Okay. Beállítottuk a rendszeridőt, nagyszerű, menjünk tovább. Itt állítjuk be a rendszerünk lokalizációját a lokál fájlokba, ezt az etc per local gen alatt térjük el, és szintén a nano-val fogjuk szerkeszteni. Opa, nano per etc per local gen Oké. Okay. Itt semmi más dolgunk nincs, mint a lokációnknak megfelelő sort kikommentelni. Ugye, mivel magyarok vagyunk, a hút fogjuk keresni, viszont itt marhasok nyelv van, meg marhasok lokáció van, úgyhogy nem fogunk ezzel szenvedni, hanem azt mondjuk, hogy Ctrl W, szintén keresünk, és beírjuk, hogy Hu és Enter, és egyből odaugrik, látod? Kettő van, itt ez a kettő, az UTF-8 és az ISO 8859 2. Most az ISO 8859 2 t már nem használjuk, ugye az UTF-8-at használjuk, ezelől kivesszük a ami azt jelenti, hogy ugye ami hashtagelve van itt, azt figyelmen kívül hagyja a rendszer, ami nincs hashtagelve, azt használja aktívként. Jó, én azért javaslom, hogy kapcsoljuk még be az angolt is, NUS, us Jó, ebből is van 288591 és utf8. Itt az utf8 előtt szintén kiveszem a hashtaget. Azért jó, hogyha be van kapcsolva az angol lokalizáció is, mert nagyon-nagyon sok dolognak kell. Ez sajnos így van, ö, érdemes bekapcsolni. Érdekes info, például, hogyha ezt nem kapcsolod be, az angolt, akkor, hogyha natívan cségozni akarsz Linux alatt, egy csomó név ö, nem fog megjelenni. Egyszerűen egy üres sor jelenik meg helyette. Ö, jó, úgyhogy ez megvan, ezt a kettőt bekapcsoltuk, és mentsük el a fájt, Ctrl-X, Megkérdezi, módosítod? Yes, módosítod ezt a fajt, enter ezt a fajt. Nagyon jó. Ha ez megvan, hozzassuk létre a rendszerrel, tehát generáltassuk le a lokációs fajt. Ezt a lokál gennel tudjuk megtenni. És ahogy látod, Generating Locals, NUS HUTF8, teljesen szuper. A következő pontban állítsuk be a környezeti változóinkat. Mi a fene az a környezeti változó? A per etc per lokál, itt most nagyon figyelj, mert nem gen, hanem conf. Jó? Ide azt mondja Erik, hogy írjuk be ezt, hogy lan n 8. Na ez az, amit mi nem fogunk megcsinálni, mert nekünk nem ez kell. Ami nekünk a magyar rendszerhez kelleni fog, hogy a nyilván a saját nyelvi preferenciáink addig rendben van, hogy azt mondjuk neki, hogy lang egyenlő csak itt azt mondjuk már innentől, hogy hu aláhúzás jel nagy hú, pont UTF kötőjel 8. Ugye magyarok vagyunk, tehát magyar környezeti változókat állítunk be. Ugye itt ez gyakorlatilag azt jelenti, de ezeket kigyűjtöttem, és én javaslom, hogy ezeket állíts be te is, ezek olyasmik, mint biztos láttál már ilyet, amikor nyelvet választottál, de nem csak Linuxon, hanem mondjuk Windowson is, hogy így megkérdezte, hogy milyen formátumban legyen az idő, milyen mértékegységet használsz, mi legyen a hogy használod a, ugye a számokat, hogy ponttal vagy veszővel határozod meg a tizedest, mi legyen a pénznem, forint, ugye, tehát ezek, 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 a, ezek ezeknek a beállításaira szolgál. Jó, tehát ezek az úgynevezett környezeti változók, tehát ez, ez nincs kezmet, ez be kell kézzel gépelni, jó? Figyeljetek arra, hogy ne üssétek el, tehát LC, aláhúzás jel, kollét, egyenlő, hu, hu, pont, utf, pont, utf, 8, vagy, bocsánat, utf, 8, jó? annyit tudok nektek segíteni, hogy úgy tudjátok ezt a műveletet lerövidíteni, hogy ami ismétlődő dolog, azt fölteszitek vágólapra. Megnyomjátok a shiftet itt mondjuk az UTF-8 végén, és a visszafelé kurzorral kijelölitek nyomba tartott shift mellett mondjuk eddig. És azt mondod neki, hogy Ctrl K, ugye ezzel kivágod, Ctrl U, ezzel fölkerült a vágólapra ez a az egyenlő Huhu UTF 8, és csak innentől kezdve az egyes környezeti változókat kell megadnod, hogy például LC address még az egyenlőt se írod be, hanem nyomsz egy control út Látod, egy kicsivel gyorsabban így meg lehet oldani a dolgokat. Jó, hogyha ezeket begépelted, és meg vagy vele, nyomsz egy Ctrl-X-et, megkérdezi, hogy elmented-e? Yes, ebbe a fájba, igen, ebbe a fájba, Enter. Oké, okay, menjünk tovább. nano per etc per wconsole.conf Ide is beírjuk azt, hogy milyen billentyűzettel szeretnénk dolgozni. k map egyenlő hu, ugye itt erik a belgát használja, mi nem ezt használjuk. Szintén Ctrl X, elmentjük Yes, ebbe a fájba Yes, menjünk tovább. Beállítjuk a rendszerünk host nevét, arra figyeljetek oda, hogy speciális karaktereket, ékezeteket ne nagyon tartalmazzon, mert azt nem szereti egyetlen rendszer sem. Azt mondjuk neki, hogy nano per, öpe, per etc per host Na, host name. Nagyon jó. Ide igazából azt írtok be, amit akartok. Kövessük Erik példáját. Legyen Arch Linux. Teljesen tök mindegy, hogy mi a gépnév. Ilyen szempontból, otthoni felhasználásban, Ctrl X kilépünk, Yes, elmentjük, igen, abba a fájba. Tökéletes. Beállítjuk a host fájlt, nano per etc per host, oké, okay. 127.001, lokál szintén lokál és 127.001, ide jön a gépnevünk, amit megadtunk, hogyha te nem Arch Linux-ot adtál meg, akkor figyelj rá, Arch Linux- .local domain arch linux oké, okay. ctrl x yes, elmentjük ebbe a fájba enter, hálózati beállítások nagyon-nagyon fontos hogy miután újraindítottuk a rendszert legyen hálózatunk, ugye? hát ez, ez kifejezetten fontos ugye, mivel most már a telepített rendszerben vagyunk, tudjuk használni a pacman pacman-s network igen, igen, és sajnos itt nem működik a tabos kiegészítés. Még. Network Manager. De majd mindjárt teszünk róla. hogy gyorsan földobálja a hálózathoz szükséges dolgokat. Ez tényleg egy pár másodperc. Nagyon jó. Hogyha ez megvan, nincsen más dolgunk, mint engedélyeztetni, hogy rendszerinduláskor betöltődjön a Network Manager ezt a System CTL Enable Network Manager. Parancsal tudjuk megoldani. Juppi, létrehozott itt három ö, simlinket. Ennyi kellett, hogy történjen, semmi más. Teljesen jók vagyunk. Megyünk lejjebb. Azt mondja Erik, hogy itt létre kéne hozni az initram fs de ő ezt nem csinálja meg, mert nem szükséges. Viszont annyit megcsinálunk, hogy leállításkor, amikor leállítjuk a rendszert, így a sorok nagyon szeretnek szétcsúszni, és elég ronda, ezt kiküszöböljük. Ennek gyakorlatilag, ahogy Erik is írja, semmi jelentősége nincs, csupán kozmetik reason, tehát azért csináljuk meg, hogy szebb legyen. Itt azt mondja, hogy editálni fogjuk az MK Init CPIO konfot, ami pedig ott van, hogy nano per etc per MK init, igen, és ki is fogja egészíteni konf, leütjük, és itt megkeressük a hooks sort, kicsit lejjebb kell menni, igen, ahol ezek vannak, hogy compressions, meg mindenféle dolog, itt van fönn, hogy hooks, látod, ki van kommentelve, és itt egy csomó minden van mögé írva zárójelbe, annyit tegyünk, hogy mögé írjuk, hogy shut down. Csak így vesző meg minden nélkül, shut down, mögé írjuk, és így már nem ö, fognak szétcsúszni a, a, sorok, nem lesz annyira ronda, Ctrl-X, Yes, enter. Tökéletes. Mehetünk tovább. Kéne nekünk egy root jelszó, hiszen még nincs. Ugye jelenleg most egy aktív root konzolban dolgozunk, de hogyha újraindítjuk a rendszert, akkor nem lesz. Úgyhogy azt mondjuk neki, hogy pass vd, ez lesz a root jelszavunk. Kétszer megadjuk. Password updated successfully. Tökéletes. Van root jelszavunk. Telepítjük a bootloadert ami ugye a mi esetünkben a grub lesz. Hát mivel ugye nincsen fönn jelenleg a grub, először is telepíteni kell. pacman-s grub telepítjük, Készen is van, ugye mivel mi BIOS telepítést használunk, legalábbis én BIOS telepítést használok, ha te FI telepítést használsz, akkor nyilvánval nyilvánvalóan ott Erik meg fogja mutatni, hogy azt hogyan kell, úgyhogy azt a leírást kövesd. Én itt most a BIOS módhoz tartozó grub telepítést fogom végrehajtani: grub install per dev per sda. Oké, okay, az első meghajtónknak az MBR-ébe fogjuk telepíteni a grubot ezzel. Oké, okay, a grup föltelepült, azt írja, hogy telepítés végzett, no error report, -e, tehát nem volt hiba, nagyon szuper, egyetlen dolgunk van még, a grup config fájlját létrehozni, amit pedig úgy tudunk megtenni, hogy a grub mk euh, config parancsot futtatjuk, a per boot, per grub, grub, cfg file. Ezt szeretnénk létrehozni, gyorsan legenerálja, pikpak. Jó, nincsen más dolgunk, mint újraindítani a rendszert, de ezt úgy végezzük, mint egy részeg hanem szépen szakszerűen. Azt mondjuk neki először is, hogy exit. Ezzel kilépünk a c 3 út környezetből, majd leválasztunk minden meghajtót. Umount a, apá, a. Így, ő szépen most leválasztja az eddig fölcsatolt meghajtókat. Teljesen jó, és most ütünk neki egy rebootot. Ugye most megint bebútolt izóról nem vettem ki az izót, ezt most megteszem, erőszakos, így van, és most újra kell még egyszer indítsam fizikailag a gépet, mert ugye nem akarom, hogy izóról induljon, hanem azt akarom, hogy a már telepített rendszerünk induljon, amit itt most már láttok is. Arch Linux, tökéletes, induljál, légy szíves. Itt a bejelentkezésünk, ugye egyelőre csak root felhasználónk van, úgyhogy root tudunk belépni, aminek már létrehoztunk egy jelszót, és... Jupi, itt van az első telepített Arch Linuxunk, ugye most a, a home-ba van benne a, a a home mappájába. Kilépünk innen, és itt van a telepített rendszerünk, ugye nézzük meg a per MNT alatt, ott van a Cina könyvtár, tehát szépen ő fölcsatolta induláskor a külső meghajtót, ugye a DevPer SDB1-et, gyönyörű szépen fölcsatolta, és itt van nekünk a cénakönyvtárban minden, aminek itt kell lennie. Tök, szuper, menjünk tovább. Húzzuk le itt a telepítési útmutatót egészen addig, amíg azt nem mondja, hogy next step rányomunk. Bebútoltunk, ez már megtörtént, beírtuk a root jelszót, megtörtént, frissítsük le a csomagtárolókat, ez marha fontos, nézzük meg, vannak-e frissítések. Azt mondjuk neki, hogy pacman-s, y, u, nincs teendő, tök jó, minden napra kész, oké. Okay. Hát ez így azért még nem teljesen jó, ugyanis hozzá kéne adni a multilip tárolót. Ugye a multilip tároló, illetve általánosságban a tárolókról, az árcs tárolókról már beszéltem nektek, Ö, Gyakorlatilag annyit kell tudnotok a multilip tárolóról, hogy ez egy hatalmas tároló, amiben a 32 bites függőségek szerepelnek, amik gyakorlatilag kötelezőek, muszáj, hogy meglegyenek, mert különben nagyon-nagyon sok minden program vagy telepítés hibára fog futni, nem fog föltelepülni, hogyha nincs meg a 32 bites programkönyvtár hozzá, kapcsoljuk be ezt a tárolót, ezt a pacman konfban tudjuk megtenni, és még mindig a nano-t használjuk segítségül, nano per rtc per pacman pacman.conf Oké, okay. itt van egy olyan hogyha lejjebb görgettek, van egy olyan menüpont, itt vannak a tárolók, látod, hogy multilib, vegyük ki a hashtaget, nagyon fontos, hogy mind a kettő elől jó, tehát mind a két sor elől, mert különben nem lesz jó. Én ezt az első telepítésnél jó beszéltam, mert a multilibnél itt hagytam a hashtaget, és az Istenér nem akarta hozzáadni, és nem tudtam, hogy miért. Jó, mind a kettő elől tessék kivenni a hashtaget, nagyon fontos. Ctrl-X, igen, elmentjük, itt már nem jeztütünk látod, mert magyar a rendszerünk, hanem i betűt, mint igen, ebbe a fájba, igen. Nagyon szuper. Menjünk tovább. Még egyszer lefrissítjük a rendszert, hogy hozzáadja a multilip tárolót, pacman s, y, u, és látod, most már ott van a multilib, újként hozzáadta. Tök szuper, vannak 32 bites programkönyvtáraink innentől már elérhető közelségben. Oké, okay, Erik nagyon jól ráérzett, hogy, hogy mi az, ami innentől kezdve nagyon szükséges. A bash completion, ugye ez az, ahogy ha nyomogatod a tabot, akkor kiegészítse a dolgokat, ezt tegyük fel, mert különben ennélkül agyvészt kap az ember, hogy a parancsorban kell dolgoznia. Pacman-s, bash, comp, ugye hiába nyomom a tabot, még nem egészíti ki, hiszen nincsen fenn kompletion, oké, okay. nem jó, ja, nem completion, hanem kompletion, oké, okay. telepítjük, oké, okay. menjünk tovább, létre kell hozzuk a felhasználót, akivel szeretnénk használni a rendszerünket, ezt mi sem egyszerűbb, a user ad parancsal megtehetjük, useradd-m-g itt most a paramétereket nem magyarázom el nektek ha nem haragszatok, hogyha nagyon-nagyon kíváncsiak vagytok, olvassatok utána users uh, minusz g de annyit tudjatok, hogy mindennek megvan természetesen a maga uh, célja és oka audio video network wheel és így s per bin per bash és ide jön a végére a felhasználó nevünk, ugye neki Erik, nekem pedig Linux Mind. Enter. Létrehozta, nem történik semmi látványos, mert nem is kell. Hozzunk létre egy jelszót az újonnan létrehozott felhasználónknak. Passvd Linux mind. Ugye érdemes itt is figyelni még az ékezetekre, ha valaki ékezetes jelszót használ, ugyanis hosszú ő és hosszú ű még mindig nincsen, most ezt a kettő karaktert nyomogatom, ugye minden más ékezetünk egyelőre van, jó, tehát ez a kettő hosszú ő és hosszú ű nincsen még, jó, tehát hogyha ilyen jelszavatok van, akkor erre vigyázzatok. Jó, adjuk meg a újonnan létrehozott felhasználónknak, azaz magunknak, hogy tudjunk használni sudo mert jelenleg még nem fogunk tudni használni. Itt megkeressük a sudoers file-ban azt a sort, hogy will, és kiveszük alul a hashtaget, elmentjük, ctrl-x, igen, ebbe a fájba tökéletes. Mehetünk tovább. Ugye azt írja itt hogy aztán logó út. Miért? Mert innentől kezdve nem szükséges, hogy a root felhasználóval dolgozzunk, hanem egészen nyugodtan dolgozhatunk a saját létrehozott felhasználónkkal, hiszen az imént adtunk neki root jogot. Jó, ezt próbáljuk is ki. sudo pacman-syu. Lefrissítjük a tárolókat, kéri a root jelszót, és lefrissítettük a tárolókat. Tehát működik az új felhasználónk, és működik az új felhasználónk Root jogosultsága is. Nagyon fontos. Ezt csináltuk meg az előbb. Next step. Oké, okay. ez idáig mind szép és jó. Van rendszerünk, van felhasználónk, mindenünk is van, grafikus felületünk, na az még nincsen. Kéne nekünk grafikus felület, ahogy itt írja Erik is. Ehhez az első lépés, hogy telepítsük, magát, a display-szervert, ugye a kiszolgálót, a grafikus kiszolgálót, amit az x.org sudo pacman-s x.org És látod, most már tabolok, hiszen megvan a beskiegészítésünk kiegészítésünk. x.org apps és x.org x init x init oké, okay. és x term, ezek az X-szerver legalapabb dolgait. Most megkérdezi, hogy adjon meg egy listát, elég, ha egy enter-t rá. Alapértelmezett enter. Igen, kezdődhet a telepítés, itt enter egy nyugodtan végig le. Jó, föltelepíti az X-szerverhez szükséges dolgokat. Majd, hogyha ez megtörtént, gyorsan ki is fogjuk próbálni, hogy működik-e a Start X parancsal. Ugye ez még aki régi motoros és régről, régről használja a Linux rendszereket, akkor ő tudhatja, hogy volt az az időszak, amikor az X server nem indult el feltétlenül magától, hanem ezzel a StarTX-el indítottuk. Ezt igen, jó rég volt ez. Na végzett a telepítés. Akkor teszteljük le, hogy sikerült -e a grafikus felületet telepíteni. Itt még nincsen semmilyen asztali felület, jó, tehát ezt jegyezzétek meg, ez egyelőre csak maga az X felület. Tökéletes, grafikusak vagyunk, működik, minden is nagyon jó. Oké, exittel kilépünk, és most már telepíthetjük a asztali felületet. Hát graphics drivers, én ezt most még nem javaslom, hogy föltegyük, alapból a mezát fogja használni úgy is, hogyha most nem csinálunk itt semmit, natív gépen is. Jó, a mezát fogja használni, semmi gond nem lesz, nem szükséges ezt a lépést itt megcsinálni, de ha te már most rögtön fel akarod tenni a végéádat, hát hajrá, hogyha tudod, hogy milyen végéád van, akkor egészen nyugodtan konzolban föl tudod tenni de elméletileg, hogyha beírjuk, beírjuk, vagy megkeressük, azt mondjuk, hogy Pac-Man, bocsánat, ide már kell a sudo, Minusz, S, Nvidia, hogyha mondjuk Nvidia-t akarsz telepíteni, látod, és kitabolom, itt van, hogy Nvidia, Nvidia Utils, ha minden igaz valahol, igen, Nvidia Utils, így van, és Nvidia Settings. Hát az a baj, mutatnám meg megérrel, de nem tudom, mert. Igen, nem tudok ebbe beleklikkelni ebbe az ablakba, de majd valahogy kiemelem nektek. Jó? Tehát itt van az NVIDIA, NVIDIA Utils, NVIDIA Settings. Elméletileg ezeket kéne föltenni, és már a következő indulásnál lenne NVIDIA drivered. Ha te NVIDIA-t használsz, ha AMD-t, akkor sajnos nem tudom, mert fogalmam sincs, mert nincs AMD eszközöm. Ha pedig Intelt, akkor elméletileg X Video. Video. Nem, X. várjál, megnézem. A few moments later. Igen, meg is találtam itt közben az árcsűkén, hogyha elméletileg te uh, Intel videókártyát használsz, akkor XF86 uh, Video Intel erre a csomagra lesz szükséged. Jó, de hogyha itt nem telepítesz, mondom semmit, nem csak virtuálboxban, hanem uh, éles rendszeren is kipróbáltam, működött, jó, nem kell semmit föltelepíteni, ez így működni fog mezával teljesen tökéletesen, amíg majd grafikus felületen ráérsz, akár grafikusan is telepíteni a neked megfelelő drivert, jó? Sajnos az AMD-ben tényleg nem tudok segíteni srácok, mert nincsen AMD eszközöm. Nagyon-nagyon sokan kíritek, egyszerűen, nem, hogyha nem tudom tesztelni mivel, mert nincsen mivel, akkor, akkor tényleg nem tudok segíteni. Nagyon-nagyon szeretnék, de nem tudok. Jó, menjünk tovább, telepíteni kell, a bejelentkezés kezelőt, ami hát itt Erik a LightDM-et használja. A LightDM nem rossz, nem is annyira nagyon kiemelkedő, a célnak pont megfelel, úgyhogy, úgyhogy telepítsük a LightDM-et. Ezt a következő parancsokkal tudjuk megtenni. sudo pacman-s lightdm oké, okay, jelszó fölugrik, aztán telepíteni kell a LightDM GTK Gritter-t, illetve a GTK Greeter Setting Set. Én visszahozom az előző parancsot egy fölfelé nyílal, nem tudom, hogy ezt Gondolom tudtátok, nem kell még egyszer beírni, sokkal egyszerűbb. Csak mögé teszünk egy kötőjel, GTK Gritter és Light DM GTK Greeter Settings itt már ki is egészíti, mert nincsen más. Gyorsan ezeket is földobjuk. Oké, okay, a bejelentkezés kezenünk fölment. Itt külön kiemeli Erik azt, hogy nagyon-nagyon figyeljetek arra, hogy amíg nincsen telepített ö, asztali felületetek, asztali környezetek, semmiképpen se indítsátok újra a rendszert, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne felejtsétek el engedélyezni a bejelentkezés kezelő programot, ugye LightDM-et, amit most telepítettünk, ezt csináljuk meg most mi, sudo systemctl enable light DM Service. Oké? Okay. Enter. Létrehoz egy címlinket, ennyinek kellett történnie. Menjünk tovább. Na, itt jön az a kérdés, ami mindenkinek az egyéni preferenciája. Azt mondja, hogy choose your desktop. És pontosan ezért használjuk Eriknek a leírását, mert annyira nagyon sok mindenre gondolt Erik, hogy gyakorlatilag az összes létező népszerű asztali felülethez létrehozott egy ilyen installation guide dolgot, tehát mindenki megtalálja a magának megfelelő asztali felületet, ha te cinnamon akarsz telepíteni, akkor ezt a linket kattintod el, és ezt követed, ha te mondjuk nómot akkor ezt, ha kd et akkor ezt, ha XFC-et, ezt, érted? Én most nem is tudom, milyen asztali felületet telepítsek. Telepítek egy mátét, annyira régen nem használtam már mátét, hogy telepítek egy mátét, az tök vicces. Oké, rányomunk erre. Hogyan kell a Mate desktopot telepíteni? Azt mondja, hogy egyébként én sem tudom, mert annyira régen nem telepítettem. Sudo, mert ugye mostanában leginkább XFC ezek, vagy KD, hát akár inkább, inkább, inkább csak XFC ezek. Tehát Sudo, pacman s Mate, Mate Extra. Ez a két csomag kell hozzá. Hát akkor megnézzük meg. Sudo, pacman s Mate, Mate Extra. Jó. Enter, enter, enter. 210 megát fog letölteni, egy gigára bontja ki, én ezt most megállítom a videót, jó? Mert ezt senki nem kíváncsi rá. Oké, okay, nem sokára föl települ, már bontódik kifelé a máte desktopnak a részei. Ikonok, meg mindenféle jóságok, nagyon jó. Már is befejezi, és készen is vagyunk, tökéletes. Nézzük meg, mi a következő teendőnk. Hát úgy nézem, hogy gyakorlatilag semmi, hanem mehet az újraindítás. Hurrá! Ha mindent jól csináltunk, akkor már a grafikus felületbe fog búdolni a rendszerünk. Tehát, sudo shutdown-r now. És amint látjátok, a grafikus üdvözlő felület már itt is van nekünk. Egy dologra nagyon ajánlott figyelni, Uh, hogyha neked a jelszavadban van Y és Z, na az itt a bejelentkező felületen még fordítva lesz, ezt gyorsan mindjárt beállítjuk, uh, mert különben ez tiszta szívás. Jó? Bejelentkezünk, és ha mindent jól csináltunk, akkor működnie kell. Szuper, megjött a Mate felületünk. Hát kicsit csúnyácska, de hát majd beállítjuk. Állítsuk be gyorsan még, ezt a dolgot, amit az előbb mondtam, mert, uh, mert hát az egy csak szeretnénk magyar billentyűzetet. Jó, akkor kell nekünk egy terminál. Hú, hol is van a terminál a Mr. Terminál? Ö, uh, hopp, ja, nem az képernyővédő. Á, ah, megvan, már a terminál. Hú, de rég használtam már tét. Igen, és itt egy kicsit a betűk össze-vissza vannak folyva. Uh, kéne, kéne ide egy normális betű mert ez így nagyon nehezen látható. Ö, nem is így csináljuk, úgy csináljuk, hogy sudo A, apt persze, sudo pacman-s, Ú, igen, és itt sem magyar. Ö, Ubuntu? Nem. Ö, Ttf? Ubuntu? Ttf? Ubuntu Font Family, igen. Tehát az a neve a csomagnak, hogy TTF kötőjel Ubuntu kötőjel Font Family. Föltesszük itt a, az Ubuntu stílusú fontokat. Nem feltétlenül kell ezt, azt teszed fel, amelyiket neked szimpatikus, de hogy ne legyenek ennyire szétcsúszottak a vagy illetve összecsúszottak a betűk, csak nem a boldot kéne, hanem a regulárt, így van. Így, na azért mindjárt jobban olvasható. Nagyon szuper. Igen, és nagyon nem magyar a billentyűzetünk. Kell nekünk egy. Egy Midnight Commander. Te jó Isten, mit csinálok? Kell nekünk egy Midnight Commander. Pacman minus SMC, illetve hát nekem kell egy Midnight Commander, mert én innentől kezdve nem vagyok hajlandó nanóval dolgozni, csak addig dolgozok nanóval, ameddig feltétlenül szükséges. Jó, ahogy látjátok, itt ide készítettem már egy sort, hogy hogyan is lesz ez nekünk megoldva, e, mármint a billentyűzet kérdése. Sulu MC Edit, per, illetve bocsánat, a per, az most nem itt van, hanem itt per etc per x11 per xorg conf d per a basszus mindig mellé nyomok per keyboard conf. jó, ezt a fájt létrehozzuk, mert nehogy nem létezik, és ezeket a dolgokat bele kell írni. no Sudo. shut Shutdown r now jó és amint megmondtuk az x-nek hogy hát legyen olyan szíves már magyar billentyűzetet csinálni nekünk ellenőrizzük gyorsan le, hogy tényleg magyar-e az a billentyűzet Ö, kellékek pluma oké, okay. ea ő ü ü ó, ü ö, i ö, ö, és perjel és kötőjel és mindenünk is magyar. Jó, tehát ez így sikeres ebből a szempontból, ehhez viszont ezt sajnos meg kell csinálni. No! Ugye mindenünk megvan, aminek meg kell lennie, hát kivéve, hogy itt nincsenek még meg azok a könyvtárak, amik ilyenkor szokásosak, illetve nincsen még, nincsen még gyakorlatilag szinte semmink se, úgyhogy be kéne konfigurálni a rendszert. Na de ez majd a következő videóban, srácok, hogy ez a videó csak arról szólt, hogy hogyan kell föltelepíteni a vanilla árcsot. A következő videóban megmutatom, hogy hogyan tudjátok ezt beállítani és egy élhető, rendes rendszerré tenni, ahol már a mindennapjaitokat tudjátok eltölteni. Remélem, hogy hasznos voltam. Ha tetszett a videó, srácok, ne szégyeljétek lájkolni, és ha szeretnétek még több Linuxos tartalmat látni, egészen bátran iratkozzatok fel a csatornára. Nem sokára jövök a következő videóval. Sziasztok!